A Látni és Látszani programról a megye nyugdíjasainak szervezett előadást, az Életet az éveknek nyugdíjas szervezet, a megyei és a kapuvári rendőrkapitányság a Rábaközi Művelődési Központban. A város nevében Hámri György polgármester köszöntötte a vendégeket. Rosta Roland rendőrőrnagy elmondta, fontos tájékoztatni az idős embereket a megváltozott közlekedési viszonyokról. Az idős klub hívott meg minket, ugye itt a Látni és Látszani program keretein belül egy előadást tartottunk, vagy tartunk az itteni nyugdíjas összejövetelnek. Hálaiknek sok számban megjelentek itt a nyugdíjasok, akik érdeklődve hallgatták az előadásokat, és kolléganőmmel karöltve több előadást is előadtunk. Az egyiknek a neve volt a baleset megelőzés megyénkben gyermekkortól az időskorig, a másodiké a kerékpáros közlekedés megyénkben, a harmadik a gyalogos közlekedés megyénkben, majd pedig egy holtér programot is bemutattunk az időseknek, amire úgy gondoljuk, hogy nagyon-nagyon fontos ebbe a korba is a megelőzése. Mire hívná fel az idősek figyelmét legfontosabban? Hát ugye legfontosabban arra hívnám fel itt a Látni és Látszani kampány keretein belül, hogy mindenki lássa el magát, ha gyalogosan, ha kerékpárral közlekedik is, ilyen jóláthatósági mellénnyel, jóláthatósági dolgokkal a kerékpárján, világító berendezésekkel, és próbáljanak odafigyelni a keresztnek a betartására. Ezért is volt ennek az előadásnak a témája, hogy aki már egy kicsit elfelejtette a kereszt, egy kicsit felélénkítsük, és egy kicsit képbe helyezzük a dolgokat, az, hogy tényleg mire kell figyelni a mai közlekedésben. Milyen programok lesznek még ezután a megyében? Hát a megyében folyamatosan vannak programok, ugye, mint az előadásban is elhangzott, hogy mi a gyermekkortól az időskorig jelen vagyunk itt a megyében, tehát járunk az óvodákba, iskolákba, sőt, családoknak is tartunk különböző kressz kampányokat, és természetesen az időseknél is folyamatosan még az év hátra lévő részében is több előadást fogunk tartani megyeszerte. Hol érdeklődhetnek, hol tájékozódhatnak ez ügyben az emberek? Hát ugye van az Országos Baleset Megelőzési Bizottságnak egy honlapja, például a balesetmegelőzés.eu. Oda nagyon-nagyon sok cikk felkerül, ami tényleg a balesetmegelőzés szolgálja, valamint a police.hu oldalon van egy ilyen kis fül, hogy balesetmegelőzés, és ott az aktuális dolgokat mi is a megyénkben felszoktuk tenni, akár a megjelenés előtt, vagy pedig utána, hogy sikerült egy-egy kampányunk.